Kormány szeretnének teremteni a Jó napot gazduram elnevezésű rendezvényből. A szaktanácskozás megnyitóján Branislav Bogaros kitartományi mezőgazdasági titkár elmondta, hogy Vajdaság idén a vidékfejlesztésbe 985 millió dinárt fektet be. Együttműködést kezdeményeztünk a tartományi mezőgazdasági fejlesztési alappal és a vajdasági fejlesztési alappal annak érdekében, hogy azoknak a termelőknek is biztosítsunk támogatást, akik nem rendelkeznek kezdőtőkével. Ezáltal 2-3 vagy 4%-os kamattal rendelkező hitelt vehetnek fel, majd pedig a befektetés után a titkárságunk megtéríti az összeg 50%-át. Februárban meglátogatjuk majd az összes helyi közösséget, és tájékoztatót tartunk a tartományi támogatásokról. Dr. Dragan Alatkovic, a növénytermesztési és konyhakertészeti tanszék vezetője elmondta, hogy az egyetem és a termelők közötti szoros együttműködés és tapasztalatcsere elengedhetetlen a magas termések eléréséhez. Számos alkalommal voltunk tanúi annak, hogy amikor a termelők meghallgatták a tanácsainkat, akkor a szárazság, esős év, árvíz vagy kártevők pusztítása ellenére is jó terméshozamokat értek el. Hát követnünk kell a történéseket, itt a szakemberektől direkt be első kézből úgymond halljuk a kutatások eredményeit, a problémák megoldására is tanácsot adnak, és szerintem ezért nagyon fontos az ilyen tanácskozásokon a termelőknek is részt venni. A Jó napot gazduram szaktanácskozásról a vasárnapi barázdában részletesen is beszámolunk.